ilyenkor már ő elvette a pelust, már a szájába van, már fordul el, alig bírjuk itt tartani a pakolón. A kisgyermekek gondozásáról, az ápolói szakmáról hallhattak hasznos információkat azok a fiatalok, akik a helyi iparkamara pályaorientációs nyári táborán vettek részt ezen a héten. Pénteken az egészségügyi szakmák kerültek terítékre. Azt tapasztaljuk, hogy az elmúlt években eléggé megcsappant a szakmai utánpótlásunk, és erre állt föl tulajdonképpen a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarának ez a tevékenysége, hogy megkeressük az éppen olyan korú gyermekeket, akik pályaválasztás előtt állnak, és így próbáljuk egy picit orientálni őket arra, hogy legyenek a társaink, legyenek a munkatársaink, és én is most tulajdonképpen a szakmámmal kapcsolatos tevékenységekkel érkeztem. Csecsemőkorú babákat hoztam, akiket lehet ölelgetni, tisztába tenni, megetetni. Valójában egy hivatásról van szó, ahol nem kizárt a diploma megszerzése sem, mondja az előadó. Szakiskolai, technikumi szintű ápolói képzésünk van, és ez mellett egy magasabb szintű, de diplomás, sőt, mesterképzés, illetve kiterjesztett kompetenciája, ez egy nagyon-nagyon szép szó, de tulajdonképpen több tevékenységre lehetőséget adó mesterképzésre is van lehetőség. A munkaerőpiacon pedig várják a szakképzett fiatalokat az egészségügyben, a lányokat és a fiúkat egyaránt, mondja a diplomás ápoló. Ezért évközben továbbtanulás előtt álló általános iskolásokhoz látogatnak el, illetve olyan pályaorientációs nyári táborokba, mint amit a Pécs Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara szervez már évek óta.